Reggeli Monitor. Bár jelenleg nem igazán csábít sörözésre az időjárás, de az érdekes lehet, hogy mire számítanak a sörgyárak idén, de előtte talán beszéljünk arról, hogy hogy alakult a tavalyi év. Itt a pandémia, meg a hatalmas energiaáremelkedések és a többi probléma után tavaly hogy alakult a sörpiac? A magyar sörpiac a tavalyi évben jellemzően a FMCG termékekhez egy általános fogyasztás csökkenést élt meg. Ez a belföldi forgalomban az öt legnagyobb magyar gyártó adatai alapján látható, a mínusz 10% volt, ami azt jelenti, hogy a évi 6 millió hektoliter 2023-ban mindössze 5 millió 400 ezer hektoliter forgalom volt. És ez minden típusra igaz, vagy vannak azért kivételek a termékpalettán? Tehát, hogy általában nem iszunk sört, vagy csak bizonyos szegmensekben csökkent a sörfogyasztás? Az iparágon belül mi három fő szegmenst fogalmazunk meg, a super prémium és prémium szegmens, a középkategória és a gazdaságos termékek kategóriája, és ennek a három szegmensnek a forgalma az egymástól eltérő dinamikát mutatott. Általában a core szegmens az stabil, és ez tavaly is így volt, ez a teljes forgalom 55%-át adta a magyar sörfogyasztásban, majdnem 3 millió hektoliter mennyiséggel. Nagyon örvendetes, hogy gyakorlatilag az elmúlt 10 évben a szuper prémium és a prémium termékek forgalma folyamatosan nőtt. Ez a tavalyi évre elérte a 31%-ot a teljes forgalmon belül, így 1.661.000 hektoliterre állt be ez a forgalom, és tovább folytatódott az elmúlt években tapasztalt csökkenése a gazdaságos ekonomi termékeknek. Ez most már csak 8%-át éri el a teljes forgalomban, mindössze alig haladja meg a 400 ezer hektolitert. Tehát az emberek elvárják, hogy a pénzükért jó minőséget kapjanak, és kevésbé áldoznak már az alacsonyabb minőségű termékekre. Ebből a sörtortából mennyit hasítanak ki az import sörök, és mennyi a hazai gyártású? Az import a tavalyi évben 640 ezer hektoliter volt. Ez egyébként egy majdnem 30%-os esést jelentett 2022-höz képest, tehát jelentősen csökkent az import mennyisége. Ennek is volt köszönhető, hogy a magyar forgalomba a belföldi termelés aránya az újra növekedett, és a tavalyi évben elérte a teljes forgalom 88%-át. Ez azt jelenti, hogy akkor a hazai sörgyártók azok nem igazán érezték meg a saját forgalmukon ezt a forgalomcsökkenést. Annyit mondhatunk inkább, hogy kisebb volt a magyar termelésnek a csökkenése, mint az általános forgalomé. A magyar termelés az mindössze 8%-kal zsugorodott, és így a magyar termelés mennyisége a tavalyi évben 5 millió 135 ezer hektoliter volt. Amiben látható, hogy a magyar termelés valóban szilárdabban állt, az az, hogy a tavalyi évben a magyar gyártóknak a költségvetésbe való befizetése, az annak ellenére, hogy a forgalom 10%-kal csökkent, az adóbevételek a söriparból az állam számára 1%-kal nőttek, és megközelítették a 86 milliárd forintot. Az alkoholmentes és az ízesített sörök aránya az hogy alakult? Mennyire népszerűek vagy kevésbé népszerűek mostanában ezek a termékek? Az elmúlt években azt figyeltük meg, hogy a csökkentett alkoholtartalom és az alkoholmentes sörök aránya folyamatosan nőtt. Ez a növekedés a tavalyi évben sajnos megakadt, ugyanúgy a korábban tapasztalt 7% körüli mértékben fogytak, ez egy kicsit alatta van a 400 ezer hektoliter per évnek. Reméljük, hogy ez csak egy pillanatnyi megtorpanás. Abban biztos vagyok, hogy a magyar gyártók palettájában idén több új alkoholmentes, ízesített és ízesítetlen termék meg fog jelenni, úgyhogy reméljük, hogy ezek az új termékek találkoznak a fogyasztók ízlésével, igényével, és újra növekedésnek indul ez a szegmens. Az, hogy a prémium és a szuperprémium szegmens az nőni tudott még így a nehéz
gazdasági körülmények között is, az azt is jelzi, hogy az alkoholosabb termékeket keresik a vásárlók, vagy ez a kettő nincs összefüggésben, tehát a magas minőség az nem feltétlenül a nagyon magas alkoholtartalmú söröket jelenti. Igen, így van, tehát a minőség az nem az alkoholtartalom szinonimája, hanem inkább azt mondanám, hogy a betartalomé, ami jelenti a szárazanyagtartalmat, a gyártás körülményét, az alapanyagokat, amiket megválasztottak, és ami nagyon fontos, az a csomagolás minősége is. Prémium szegmensnek tipikus jellemző csomagolása például az egyutas kis kiszerelés üveg, a 3 decis üvegek. Ennek például a forgalma a tavalyi évben mindössze 5%-kal csökkent, tehát 5%-kal jobb volt, mint a teljes piac dinamikája. El is érte a tavalyi évben a 223 ezer hektolitrát. Ez mennyiségében ugyan még elmarad az újra tölthető üvegek csomagolásától. Sajnos az újra tölthető üvegek azok évente egy 10%-os csökkenést mutatnak most már jó pár éve, amióta vizsgáljuk a piacot. Így annak a mennyisége a tavalyi évben 725 ezer hektoliterre csökkent. Környezetvédelmi szempontból ebben az évben már ugye nincs különbség, hiszen az újra tölthető üveg és a újra nem tölthető, de visszaváltható üveg azonos profilt tud mutatni, bár az életciklus elemzések azt mutatják, hogy az újra tölthető üvegnek azért még mindig kedvezőbb a környezetvédelmi hatása. Tehát akkor ezek szerint a prémium fogyasztók azok kevésbé környezettudatosak? Én inkább azt mondanám, hogy a prémium fogyasztó számára meg kell találni azokat a környezetvédelmi megoldásokat, amelyek nem a fogyasztáson keresztül, hanem a termék teljes életciklusán keresztül ad pozitív környezetvédelmi hatást. Nyilvánvalóan az idén indult visszaváltó rendszer ezt célozza, és reméljük, hogy az év második felére ennek a működése be is fogja váltani a hozzáfűzött reményeket. Már szinte minden csomagolás megfelel ennek az új szabályzásnak, tehát most már visszaválthatóak a nem újra tölthető palackok is? Vagy ez folyamatosan évközben fog beállni majd? Annak a megvalósítása, hogy minden csomagolás megfeljen az új elvárásoknak, az egy átlag 60 elemű termékportfólióval rendelkező nagygyár számára az közel fél éves időszak ez az átállás. Nem is a gyárnak a töltőkapacitása a korlát, hanem a gyár számára készült csomagoló anyagok gyártókapacitása. Tehát ez a csomagoló anyaggyártóknak az a korlátja, ami jelenleg Európában tapasztalható, hiszen egyszerre indul el a magyar rendszer a romániai visszaváltási rendszerrel, és átállni ebben az időszakban rendkívül nehéz, hiszen a gyártókapacitások azok egy normál üzemmódra vannak beállítva. Biztos vagyok benne, hogy folyamatos lesz az átállás, és az év második felére minden Magyarországon kapható italcsomagolás meg fog felelni az új előírásoknak, addig pedig mindenki a meglévő készleteit fogja árusítani, és csak a újonnan megjelenő termékek kerülnek várhatóan először forgalomba ezekkel a csomagolásokkal. Reggeli Monitor.